Magyarországi irodadermapiaci szereplők elemzése, 5. rész. Beszéljünk végre a DXN-ről, melyik szerintem a legjobb, de elmondom azt is, hogy miért. A DXN-nek saját ganoderma farmja van, amely szabadon látogatható turisták részére is, nem őrzik hétfejű sárkányok, utazási irodák szerveznek oda látogatást vagy programot. A DXN a saját maga által megtermelt ganodermát a saját gyárában dolgozza fel. Még egy pillanat a termelésről. Biztosan te is érzed a különbséget, hogy mi a különbség a között, hogy van egy nagyon megbízható ganoderma farmerrel szerződésem, vagy én magam termesztem a ganodermát. Megbízhatok én benne, tök jó, de amit én magam csinálok a saját kertemben mondjuk, nem tudom, szerintem én abban jobban bíznék. A saját gyáramban készül a ganodermából a ganoderma kivonat. És egy saját technológiával, ez az úgynevezett nanomalom, egy 5 fokozatú nanomalom, amelyekből bekerülnek a eleve hideg szárítással szárítja meg a ganodermát, nem főzi, meg nem süti meg, meg nem tudom mit csinál, hidegen fagyasztva szárítja meg, földarabolja kisebb részekre, és utána bekerül ebbe a nanomalomba, ahol csak akkor tud a következő szintre följebb jutni, ha már elég kicsi ahhoz, hogy a levegő fölkapja. És a legtetején nanoméretű részecskék jönnek ki, ami azt jelenti, hogy amikor mondjuk a ganodermás kávédat megiszod, akkor az alján nincs egy ilyen kis homok szemcse gyűjtemény, mert amikor nagyobb szemcsésre van reszelve a ganoderma, hát sajnos akkor ez történik. Ez a nanomalom képes a ganodermában lévő rostokat különválasztani a hatóanyagoktól, és a rostokat azt kirobják. Tehát a ganoderma minősége, a pornak minősége, az hihetetlen, majdnem 100%-os tisztaságú. Ez nem olyan, mint amit főznek, mint a Gano Excel, hogy egy nagy része keményítő. A keverési arány 20 az 1-hez. 20 kg ganodermából készül 1 kg ganoderma kivonat. Én egyetlen egy német céget találtam, nem tudom, hogy elérhető-e Magyarországon, akinek 5 kg az 1-hez, tehát ő neki 5 kg gombából készül 1 kg ganoderma kivonat, és ők ezt büszkén írták ki a weboldalukra, ami azt kell, hogy jelentse, hogy az már, arra már büszke lehet az ember az 5 az 1-hez arányhoz, viszont az összes többi szereplőnél semmilyen adatot nem találtam arra, hogy mekkora a sűrítési arány. És végül a DXN-nek olyan értékes és cégfüggetlen minőségi igazolásai vannak, mint például a TGA, amelyik az Ausztrál Egészségügyi Minisztérium által kiadott, és tényleg a minőséget, a tisztaságot szavatolja. Van még a GMP, amelyikből a DXN-nek azt hiszem 5 darab van. Van Indiában 2, meg Szingapúrban, meg mit tudom én, hogy hol. Tehát az, hogy bio, az, ahogy már említettem is, az nem különösebben releváns információ, mert mindenki bio. Tehát és azon kívül van még neki az ISO 14001-es, amelyiket a Lloyds állított ki, amelyik a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével is nagyon nagy tisztaságot garantál, és végül az ISO 17025-ös, amelyik a Ganoderma minőség ellenőrzési laboratóriumnak a minősítése. Tehát az a laboratórium, amelyiknek nincs meg ez az ISO 17025, az milyen jogon akarja ellenőrizni bármelyik cégnek a ganodermáját, hiszen olyan, mintha én ellenőrizném itthon a konyhába. Én azt gondolom, ezek alapján, a kis sorozat alapján is, hogy én tudom, hogy miket kell megnézni akkor, amikor ganodermát vásárolok, és ez alapján azt mondom, hogy a DXN-ével jársz a legjobban.